Köszöntöm nézőinket, ez a Sportváros a D+ TV sportmagazinja. Mai adásunkban megtekinthetik a Dunaferdu Eren Apin FC haladás elleni hazai mérkőzését, majd a röplabda NB egy utolsó alapszakaszbeli meccsét, amit hazai pályán vívhatott a Dunafer együttese. Ezután a már harmadik alkalommal megrendezett gyermek hoki világbajnokság összefoglalóját tekinthetik meg bővebben. Szívvel, lélekkel küzdve, igazi csapatjátékot mutatva tudta legyőzni tabella szomszédját a Dunaferdu Eren Apin FC együttese. Két gólos hátrányból fordítottak a dunaújvárosiak, és végül 6-5-ös győzelmet arattak a haladás gárdája fölött. Hétfőn este hazai környezetben került sor a futszál NB1-es bajnokság 16. fordulójára, ami a dunaújvárosiak számára egy igazi presztízsmérkőzésnek számított, tekintve, hogy tabella szomszédukat, a haladás együttesét fogadták. A mérkőzés tétje a dobogó harmadik helyének visszaszerzése volt. Ezt figyelembe véve egyáltalán nem számított könnyű mérkőzésre a Dunafer csapata. A meccs első gólját a vendégek szerezték a mérkőzés 4. percének elején, amelyre Pál Patrik egy szabadrugásból szerzett találattal válaszolt. A mai mérkőzésen ki tudtam hozni belőle magamból majdnem a maximumot, de ehhez kellett a többi csapattársam, és hiszen ez egy igazi csapatmunka volt, hogy így meg tudtuk verni a haladást. Az első fél időben 13-14 percen keresztül mi uraltuk a játékot, és a haladás igazából háromszor jöttek el a kapunk, és abból rúgtak 3 gólt. Nem éreztük annyira szerencsésnek magunknak, úgy éreztük, hogy még a bíróságnak mellettünk, hisz elég sok faltot nem fújtak be nekünk, de ez mellékes. A másik fél időben pedig úgy mentünk be, hogy a Csabi mondta, hogy ezt a meccset meg fogjuk nyerni. Mi bíztunk is magunkban, és tudtuk, hogy van bennünk annyi, hogy meg tudjuk fordítani. De valahogy mindig, ahogy gólt rúgtunk, egyből gólt kaptunk rá, azt hiszem kétszer, hogy 3x10 másodpercen belül, de ekkor se törtünk meg, és a végletekig küzdöttünk, és hál' Istennek ez sikerült is. Amióta a Csaba lett a vezető edzőnk, ő felfigyelt arra, hogy a állóképességünket, az erőlétünk nem 100%-os. Az edzések nagy részében ilyen fajta munkát és dolgokat csinálunk, illetve felépültek a sérültjeink, és így már teljes csapat létszáma vagyunk, illetve mindannyian nagyon jó barátok vagyunk, egy közösség vagyunk, és ha kell küzdünk, mászunk egymásért. Kiegyenlített játék következett, amelyet Friedrich Dávid és Fekete Róbert remek együttműködésének köszönhetően egy újabb Pál Patrik bomba frissített fel. Őszinte leszek, én nem gondolom azt, hogy főleg a mérkőzés elején én kicsit beragadtam az öltözőbe, lehet úgy mondani, egy kicsit ideges is voltam emiatt, de hál' Istennek följavult a játékom, és a végén eldöntöttem a mérkőzést. A lábamról pedig nem 100%-os sajnos, de el volt kötve, próbálkozunk. A csapat teljesítményével mennyire vagy elégedett, mennyire tudtatok összejátszani? Szerintem elárulja az, hogy 5-3-ról visszajöttünk, főleg úgy, hogy a harmadik gólunk után egyből kaptuk 10 másodpercre a választ. Én szerintem egy nagyon nagy csapat összetartásról tettünk tanúbizonságot, és nagyon örülök, hogy így alakult a vége. Egy óriási társaság, ami ott van az öltözőben, és nem csak csapattársak vagyunk, hanem örökre szóló barátság szövődik néhány ember között, és nagyon örülök, hogy így alakult. Az első fél időben így van, egy kicsit alacsonyabb volt a mérkőzés színvonala, kaptunk 3 olyan gólt, ami elkerülhető lett volna. Ettől függetlenül ezen is túlléptünk, és tényleg hál' Istennek azt lehet mondani, hogy egybe volt a csapat, és a végén jól jöttünk ki belőle. Az előnyünket azonban nem sikerült sokáig megőrizni, sőt a vendégek az egyenlítés után átvették a vezetést is. Így 2-3-as állással vonultak a játékosok a félidei szünetre. Nem volt egy rossz mérkőzés, viszont sok olyan egyéni hibát elkövettünk, aminek nem lehetett más a vége, hiszen 6 gólt kaptunk, tehát 6 gól nagyon sok, ennyit nem lehet kapni egy ilyen szintű csapat ellen. Úgyhogy ez vezetett ahhoz, hogy kikaptunk, és megérdemelten nyert a Dunaújváros. Azért rúgtunk 5 gólt, meg voltak a helyzeteink. Még egyszer, a hátsó hibákat ki kell javítani, tehát 6 gól nagyon sok. Jobb kapus teljesítmény kell, jobb védekezés teljesítmény kell. Van olyan, akit ennek ellenére ki tudnál emelni a teljesítménye alapján ma? Gondolom volt azért több jó teljesítmény, ugye a Drótzöl, a Vidák Balázs,
és volt egy-két jó közepes teljesítmény, akik felnőttek hozzá, sajnos voltak gyenge teljesítmények is, de azért ez megesik minden mérkőzésen. Ugye mindenképpen szerettünk volna nyerni, lehet, hogy azért úgy érződött, hogy kapkodtunk, nem kapkodtunk, nagyon jó ellenféllel játszottunk, aki megnehezítette a dolgunkat, ezért alakulhatott ki az, hogy kicsit gyorsabb játékra kényszerültünk. Nem tudok mit mondani, tehát azért elég végén kaptuk a gólt, nehéz volt belőle felállni. Az 5-4-es játékot még csiszolnunk kell, ugye a Zoli személye új benne, úgyhogy emiatt nem is lehetett annyira sikeres, de mindenképpen voltak azért pozitív jelek a mérkőzésen, de azért a 6 gól még mindig ugyanoda tudok visszatérni, az nagyon negatív, és azért ez befolyásolta a végeredményt. A küzdeni akarás és a hazaiak tökéletes hozzáállásának mutatója, hogy a második félidei rossz kezdés után, amikor 2 gólos hátrányba kerültek, megszerezték 3. találatukat. Ennek azonban nem örülhettek sokáig, 10 másodpercen belül érkezett is a válasz, de nem adták fel, és úgy, hogy a mérkőzésből már összesen csak 8 perc volt hátra, megfordították a játékállását. Gyönyörű csapatmunkával, koncentráltan és nagyon fegyelmezett játékkal 3 találatot szereztek a miénk, kialakítva ezzel a 6-5-ös végeredményt. Maximálisan elégedett vagyok a teljesítménnyel. Múlt héten még vagy 2 amíg azt mondtam, hogy jól játszottunk, de azért látok még hiányosságokat. Hát ma mind a játékban, mind a hozzáállásban maximálisan elégedett vagyok a csapattal. Vitte őket nem csak a szívük, hanem a tudásuk is. Hoztatok az igazsághoz az is, hogy végre a sérültjeink is felépültek. Ma már mindenki hadrafogható volt, úgyhogy rettetesen jó mérkőzésen vagyunk túl. Én remélem, hogy nem csak én vagy mi gondoljuk így, hanem így gondolja az Zolnai-város közönsége is. Óvatosak voltunk az első fél időben, ezt nagyon jól látta te is. Talán ment egy kis puhatolózás, vagy két csapat nagyon régóta ismeri egymást. Amit még te is mondtad, hogy 2-szer hátrányból tudtunk felállni, ez azt gondolom megint csak a tartásunkat, az erőnket mutatja, az egységünket, annak ellenére, hogy többször voltunk a mérkőzésen hátrányban, ennek ellenére tudtunk felállni és megmutatni azt, hogy valóban képesek vagyunk a bajnokságban igen kiemelkedő jó eredményekre. Remélem, hogy bajnokság végéig kísér majd minket ez a fajta hozzáállás. Elégedett vagy a szezonban eddig elért eredménye, mennyire hasonlít ez a tavalyi szezonhoz? Nagyon hullámzó volt a teljesítményünk ebben a szezonban. Ez megint csak azt mondom, hogy visszavezetten a sérültjeinkre, talán az erőlétünk sem volt teljesen rendben, azonban az elmúlt 1-1,5 hónapban nagyon sokat dolgoztunk, a sérültjeink felgyújtak, meggyógyultak, az erőnk az ott van, ahol lenni kell, ahol tartanunk kell. És ha megnézem a tavalyi eredményünket ebben a szakaszában, akkor valahol ott tartunk, és remélem, hogy ugyanúgy, hogy tavaly is a rájátszásban úgy fogunk bemenni, hogy egy felfelőívelő szép íve lesz a mi játékunknak, a mi eredményeinknek, és ez majd kitart a szezon végéig, és remélem, hogy egy nagyon szép eredményt tudjuk zárni majd az idei bajnokságot is. A srácok a begyűjtött 2 sárga lap miatt, amelyet Németh Péter és Hosszú Ádám kapott, tartalékosabb emberállománnyal utaznak majd Nyírgyulajban március 5-én hétfőn, hogy legyőzzék a tabella jelenlegi 5. helyezettjét. A röplabda NB egy utolsó alapszakaszbeli mérkőzésén 3-0-ás vereséget szenvedett a Dunaferese. Hazai környezetben a válogatott játékosokkal jócskán teletűzdelt Kecskemét együttesét fogadták. Az alapszakasz utolsó mérkőzésén a Magyar Kupa döntőt játszó Kecskemét együttese látogatott a dunaújvárosi röplabdás fiúkhoz, hogy összemérjék erejüket. A játék esélyesei nem a hazaiak együttese volt, de tekintve, hogy a továbbjutásunk biztos volt, már eredménytől függetlenül is nem nehezedett túl nagy súly a mieink vállára. Tudtuk az elején, hogy ennek a mérkőzésnek nem mi vagyunk az esélyesei, ugye a Magyar Kupa döntőt játszó Kecskemétet fogadtuk, akik megtiszteltek minket a játékukkal, és tényleg nagyon korrektul sporthoz méltóan játszottak ellenünk. Semmi titok nincs benne, erősebbek, rutinosabbak, gyorsabbak nálunk. Mi még ugye fejlődő szakaszban vagyunk, nagyon fiatalok vagyunk. Ők meg azért már válogatott játékosok tömkelege van az ő csapatokban, úgyhogy én azt gondolom, hogy tisztességesen helytáltunk. Voltak nagyon szép labdamenetek, volt önbizalma a csapatnak, amit elvártam tőlük, és azért a rossz kezdések után, szedkezdések után azért fel tudtunk állni, és azért tudtuk tartani a lépést velük. A Kecskemét részéről volt igazán tétje, hogy második helyen végeznek a bajnokságban, vagy nem. Mi nekünk már nem, mi már 8-ba kerültünk, vagyis 7. helyen végeztünk az alapszakaszba, úgyhogy mi felszabadultan játszhattunk. Igen, most saját bőrünkön éreztük, hogy ha a felső 4-be akarunk kerülni, akkor igenis milyen erővel és milyen dinamikával kell majd játszanunk jövőre. A felszabadult
játéknak köszönhetően nem vallottak szégyent a dunaújvárosiak, hiszen gyönyörű pontokat szereztek remek csapatmunkával. Szerintem ahhoz képest, hogy egy nagyobb erőt képviselő csapat ellen játszottunk, egész szépen helyt tudtunk állni. Egész összeszeretettel tudtunk játszani annak ellenére, hogy hát ilyen foghíjas kerettel álltunk ki. Talán egy kicsit a szettek elején jobban oda kellett volna figyelnünk, talán nem hittük el, hogy meg tudjuk szorongatni, esetleg szettet tudunk hozni a Kecskeméttől, hanem csak a szett végére, amikor tényleg szinte minden összejött, akkor kezdtünk el hinni benne, hogy egyáltalán van itt keresni valunk. Igazából az alapszakasznak már vége, azt hiszem, hogy a 7. vagy a 8. helyen zártunk, így már tétje nem volt, ez volt ugye az utolsó mérkőzés, a 6 közé már nem tudtunk bejutni. Igazából csak annyi volt ennek a mérkőzésnek a tétje, hogy a rájátszásban hogyan fogunk elindulni, és milyen szájízzel fogunk belekezdeni a következő meccsekbe. Szerintem elég jól tudtunk játszani, annak ellenére, hogy ugye Csizmadia Tomi nem tudott most részt venni a meccsen, sajnos egy bokasérő és szenvedett, jobbulást kívánok neki, meg ugye Hartenyi Gera sem tudott eljönni, de ennek ellenére nagyon jól, szépen helyt tudtunk állni, ugye egy hát új, régi csapat felállásban, ugye a 60 Zsolti adott, de úgy érzem, hogy ennek ellenére, hogy ez más felállás volt, nagyon szépen játszottunk, és tényleg a szettek végére főleg nagyon jó hangulatot tudtunk teremteni a teremben. A saját teljesítményemmel is meg vagyok elégedve, szerintem jól játszottam és hozzátettem magam itt a csapatjátékához. Hát nehéz meccsünk volt, és mi próbáltunk kiadni magunkban maximum felszabadultan játszani, hisz tudjuk, hogy a Kecskemétnek 3-0-ra meg kellett minket vernie, ahhoz a legjobb kettővel jusson. Mi meg próbáltunk felszabadultan könnyedén játszani, hát ez annyira nem sikerült, de így is jó volt. Hát ugye Csizmatia Tamás, az lesérült a feladó, és helyette 60-i Zsolt állt be, aki éveleje óta ütébe átment, tavaly még feladó volt, és ugye ő osztott, mi meg azért picit, első szerben picit félve, és nem lelkesedve játszottunk, ezért próbáltunk extrákat hozni, ez annyira nem sikerült, meg a nyitásfogadás, az még helyre kell raknunk, de majd jobb lesz. A cél részünkről természetesen a tisztes helytállás volt, úgyhogy az amúgy tartalékos csapatból mindenki a maximumát tudja nyújtani. A folyamatos vendégpontszerzés ellenére sem adták fel a dunaújvárosi fiatalok, és a szettek végére egyre jobban felpörögve néhány ponttal maradtak csak alul. Mi történt Csizmadia Tomival? Hát egyszerűen kifordult a bokája, sajnos nem tudott részt venni, ugye az utolsó két edzésen se. Hát bízunk benne, hogy 3 hét múlva majd azért már rendelkezésre áll. Mindent megteszünk azért, hogy a Tomi minél gyorsabban felgyógyuljon. Én azt gondolom, hogy egy rutinos 60-i Zsoltival tudtuk helyettesíteni, hogy éveken keresztül feladót játszott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a maximálisan Zsolti megtette magáét, és jól tudtuk helyettesíteni a Tomit. De ugye a koncepciónk, ami az akadémiának a koncepciója, hogy fiatalokat játszassunk, és fiatalokat tegyünk bele a mélyvízbe. Ez továbbra is fenntartjuk, úgyhogy ha Tomi felgyógyul, és harcra kész lesz, akkor természetesen megkapja a lehetőséget ő is, ugyanúgy, mint a többiek. A Dunaferese az alapszakasz tabellájának 7. helyén zárt. Így tehát az egyesület innen várja az ellenfelét a rájátszásba. Harmadik alkalommal rendezték meg a dunaújvárosi jégcsarnokban vasárnap az U10-es gyermekvilágbajnokságot, amely most is hatalmas sikert aratott. 16 csapatban összesen 224 gyermek vett részt a megmérettetésen. A vasárnapi rendezvény lényege az volt, hogy a résztvevő játékosokat sorsolással az A csoportos felnőtt világbajnokságon szereplő országok csapataira osztják szét a szervezők, akik így küzdöttek meg egymással. Ugyan a magyar válogatott nem tagja a felnőttek elit mezőnyének, a fiatalok között most mégis ott voltak a miénk, akiknek ezúttal nem sikerült megismételniük tavalyi jó szereplésüket, és így a 12. helyen fejezték be végül a viadalt. Hát szerintem jól teljesített. 3-ból 1-et nyertünk meg, szerintem 2 nehéz volt, csak az egyikből vezettünk az első félidőbe, és akkor már a másodikba kaptunk 4 gólt, vagy 5-öt, és akkor sajnos ők győztek, de az utolsóban most volt, és győztünk.
Hát úgy, hogy sokat passzoltunk, kipasszoltuk a többieket, cseleztünk, csak a védelmünk egy kicsit nem volt jó. Nagyon jól teljesítünk eddig. Mi a célotok? Az, hogy elérjük a 9. helyet. És hogyan készültetek egyébként erre a meccsre, vagy erre az egész versenyre? Hát nagyon sokat edzettünk, meg ugye én Bajai vagyok, és ott is nagyon sokat edzünk, csak ott már nincsen jég. Hát ott műjégpálya van, és akkor ott már betört a jég. Óriási szerencsém, a magyar válogatottat sorsolták ki mellém. Jelen pillanatban 2 vereség és 1 győzelemmel állunk, de győzelem volt az utolsó mérkőzésünk, így hát feldobódva várjuk a következő mérkőzéseket a csoportkör után a rájátszásban. Mindenki saját maga készült, különböző klubokból vannak itt a gyerekek az ország minden pontjáról. Talán nincs is olyan, hogy 2 játékos egy klubból érkezett volna, mindenki a saját edzőjével készült, és itt megbeszélések után egész jól sikerült most már a ráhangolódás is. Neveztek 224-en, és meg volt szabva, fölhívták minden klubnak az edzőjét, hogy A, B és C szintű játékosokra osszák föl a játékosaikat, a gyerekeiket, és onnantól kezdve már be vannak osztva a csapatok mellé az összes játékos. Nem most vagyok itt először ezen a tornán, mind a 3-on volt szerencsém itt lenni. Hasonlóképpen az első 1-2 mérkőzés az tényleg, ahogy szokták mondani, az ismerkedéssel zajlik. Most már nagyon szépen kezdenek el összjátékot játszani. Ez mindig így szokott lenni. Gyerekekről van szó, kell egy kis idő, míg belemelegednek. Hogyan lehet a gyerekeket, az ekkora gyerekeket rávenni arra, hogy sportoljanak? Nagyon könnyen. A gyerekek lételeme, a játék, a mozgás. Vétek lenne, hogyha pont az ellenkezője történne, hogy le kellene őket ültetni. Egyszerűen csak hagyni kell őket játszani, én mindig ezt mondom. A 16 csapat tagjai reggel 8 órától mérhették össze erejüket, a verseny pedig egészen este 7 óráig zajlott. Így néhány fiatal olyan sorozatterhelést kapott, ami ilyenkorban még nem megszokott. A végül hatalmas győzelmet arató Norvégia együttese összesen 6 mérkőzést játszott le a nap folyamán. A gyerekek egy színvonalas műsor után vehették át érmeiket, a győztesek pedig a hatalmas kupát is. Hát nagyon jól éreztem magam, szerintem az egész csapat, és szerintem nagyon jó eredményt. Hát a Dánia az volt a legszorosabb, mert először nagyon nyerésre álltak, de utána lehoztuk, és a többi egy kicsit könnyebb volt. Hogy készültetek a tornára? Hát edzettünk, gyakoroltunk. Ennyi. Mióta jégkorongozol, és miért ezt a sportot választottad? Hát 5 éve, és úgy volt, hogy apukám az újságban találta egy jégkorongoktatást, és azt mondta, hogy jöjjünk el, és megtetszett. Mit szeretsz benne? Hát nagyon szeretem a sportágot, a csapattársakat, és hogy bíztatnak az edzők. Hát szerintem nagyon jó volt a csapat is, én nagyon jól éreztem magam ezen a tornán, és örülök neki, hogy elsők lettünk. Hát szerintem igen, mindenki hozta magából a 100%-ot. Én szerintem nagyon jól játszottam mindegyik meccsen. Lehet, szerintem a csapattársaim is úgy hiszik, és remélem, hogy büszkék rám. Ugye te kapus vagy, mesélj egy kicsit, hogy ezt a posztot választottad, illetve hogy a jégkorongot. Hát először is apukám azt mondta, hogy menjek a tesóm után tornázni, mert ugye akkor egy helyre járunk, és akkor nem kell oda-vissza sétálgatni, és akkor eljöttünk egy szabadkorira, és akkor megtetszett. Én azért választottam a kapusposztot, mert apukám is az. És mesélj egy kicsit, hogy mik a terveid, mik a céljaid a jégkoronggal? Hát, hogy NHL-es legyek. Hát ezek azért nem kis célok. Mit teszel ezért? Hogy néz ki egy heti edzésed mondjuk? Hát jó, teljesítek. Szoktunk szározni, ott legtöbbször erősítünk, és hát nekem 5 vagy 4 edzésem szokott lenni. Az egyik legfontosabb az, hogy ekkora létszámú tornákon ebben a korosztályban nem nagyon szoktak indulni, úgyhogy 200 fölötti és 16 csapatos tornával azt hiszem mindenkinek nagyon nagy élményt tudtak szerezni a szervezők. A legfontosabb változás, vagy inkább azt mondom, különbség az összes többi 10-es korosztálya szemben az, hogy itt most számolták a pontokat. Titkon mindegy kisgyerek meg szülő számolja egyébként is a 10 éves korosztályban az, hogy kilőtt a gólokat és mennyi az eredmény, de hivatalosan nem tartjuk nyilván.
itt ez pont az ellenkezője volt, úgyhogy lehetett hajtani a gólok a gólpasszokra, és hogyha az eredmény is számított, így most ez nekik külön öröm volt. Azon kívül 6 meccset egyhuzamban ilyen jól összeválogatott korosztályos válogatottakból azt hiszem nagyon-nagyon nagy örömmel játszották végig. Mennyire vagy elégedett a teljesítményükkel, és mennyire vagytok eredményorientáltak, akár te edző, akár ilyen pici fiúk? Mivel ez a sorsoláson múlik, hogy melyik edző hova kerül, melyik országhoz, és milyen korcsoportos beosztást kap, így nagyjából valóban csak inkább azon múlik, hogy mennyire tudjuk motiválni őket erre az egy napra, mennyire tudunk 14 ismeretlen gyermekből egy csapatot összehozni, de az összes többi az inkább azokon az egyesületi edzőkön múlik, akik beletették az évek munkáját. Hát itt most learadtuk az ő babérjaikat. Nagyon elégedett vagyok, főleg azért, mert én az U10-es korosztályban olyan tehetségeket láttam itt ma, amit őszintén megmondom, hogy edzői szemmel azt mondtam, hogy ilyet nem biztos, hogy láttam volna Magyarországon, és ami a legszebb, hogy az egyik pont az én csapatomban szerepelt, úgyhogy nekem nagyon-nagyon jó tapasztalat volt. A srácoknak nem is kellett semmit mondani, nekem csak végig ki kellett szurkolnom azt a hadgyőzelmet, úgyhogy roppant büszke vagyok rájuk. Az eredmény nagyon fontos, viszont az eredményt azt nem gólban mérik még náluk. Az eredmény nálunk még inkább az, hogy az a három gyerek, aki egyszerre van fönt a jégen, az be tudja nagyjából tartani azt a néhány utasítást, amit egy 10 éves korosztályban, egy 10 év alatti korosztályos játékosnak már be kell tudni tartani, és ha ez sikerül, akkor általában büszkék szoktunk lenni, attól függetlenül, hogy több gólt kaptunk, vagy kevesebbet, és holott ezt nem számoljuk, azért ezt általában nem is ebben mérjük. A túljelentkezés miatt jövőre már remélhetőleg 2 napos rendezvényen idén összesen 224 fiatal jégkorongozó vett részt. A főszervező Babics Vladimir kiemelte, nem az eredmény számít, hanem mindig az a legfontosabb, hogy a résztvevő gyerekek felszabadultan játszhassanak és jól érezzék magukat. 16 csapat részvész, aki pont pillanatban a A csoport a világbajnokságon vesz részt, Ausztria 7, pont Magyarország képvisel, és 16 csapatban 224 gyerek, 16 edző részt vett az eseményen. Hát gyerekeknek az a fontos, hogy minden több esemény legyen azért, hogy minden több ideig maradjanak az a sport mellett, most per pillanatban jégkorongról van szó, és minden egy kicsi apróságot, ha tudunk beletenni abba, hogy szeressenek az a sportot, és az a legfontosabb, hogy ez a 1-2 év tudunk húzni azzal, hogy ez a sportot játszanák, akkor utána már lehet egy előbb-utóbb majd egy profi játékosok lesznek belőle. Én úgy gondolom, hogy pont ez a Dunajváros, ez olyan központ, vagy ez olyan város, ahol a jégkorong nagyon nagy hagyománya van annak a sportnak, és itt vannak a legjobb feltételek ahhoz, hogy az a gyerek világbajnokság tudunk megszervezni. Nem mondom arra, hogy a jégpálya, öltözők, körülmények, szállások, étteremek, meg minden, amit ahhoz, hogy ilyen rendezvényt tudunk megszervezni, hogy pont itt Dunajvárosban tudunk megrendezni. A megmérettetés folytatódik, hiszen az április 14-15-ei hétvégén az U12-es korosztály játékosai érkeznek Dunaújvárosba, hogy összemérjék erejüket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss adással egy hét múlva hétfőn jelentkezünk. Tartsanak velünk addig is, viszontlátásra!